A törvény ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel
mi kevésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek egy áldott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. De minden városban nyolok oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szívem. Olyanok voltak, mint a pázladék trígok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindennel. Ezen az evangélium. Kedves testvérek, előző vasárnap arról hallottunk és arról beszélgettünk, hogy Jézus elküldi kettesével a tanítványait, az apostolokat, hogy menjenek el a környező vidékekre, hirdessék az evangélium Krisztus tanítását, és Krisztus erejével felvértezve gyógyítsák a betegeket és üzzék ki a gonosz lelkeket az emberekből. Ugye beszéltünk arról múlt vasárnap, hogy mi is ugyanilyen küldöttek vagyunk, mi vagyunk a 21. század küldöttei Jézusnak, és nekünk is, bár nekünk nem kell elmenni messzi vidékre, de nekünk a cselekedeteinkkel, a szavainkkal, amik Krisztushoz fűnek kell lenni, ezzel tudunk apostolokodni, ezzel tudunk minél több embert ugye egyházat Istenhez vezetni. Ugye a mai evangéliumban azt hallottuk, és milyen mondhatnánk az, hogy milyen furcsa, vagy milyen szerencsés időben, hiszen volt a nyári szabadságlás időszakának közepette halljuk azt, hogy visszaérkeztek a apostolok. Nagy örömmel beszámoltak arról, hogy milyen volt a küldetésük, hány emberrel találkoztak, hány beteget tudtak meggyógyítani, hány emberrel tudták az ördögöt kiűzni, és Jézus azt látja, hogy mennyire fáradtak. Mit mond nekik? Gyertek, menjünk el egy magányos helyre, tartjunk egy ilyen csendes, nyugodt helyre, ahol tudjunk pihenni, tudunk kikapcsolni, tudunk töltekezni. Na most, kedves testvérek, ha jól megfigyeljük a mai evangéliumot, három dologra kell figyelmet fordítanunk. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a 2000 évvel ezelőtt megtörtént események mit mondanak a 21. század emberének? Vagyis mit üzen a számunkra a Krisztus? Mi az, amit mi a mindennapi életet tudunk hasznosítani? Én úgy gondolom, hogy az új szövetségi Krisztus tanítása az felér egy életvezetési tanácsadással. Hát igazából nem kell nekünk nagyon elmenni akár egy sem egy mentális kérdés szakemberhez, vagy bárhol máshol, ha megpróbáljuk tanítását életünk részévé tenni, akkor nagyon sok problémát el tudnánk kerülni az életben. Miért is mondom ezt? Azért, kedves testvérek, három dolog, ebből két dolog a pihenésre vonatkozik a mai evangéliumban. Ugye kétfajta pihenés létezik, amiben felszólít bennünket az egyház, felszólít Krisztus tanítása. Ugye először is van a hétköznapok, amikor a hét napból egy napot ugye az Isten pihenésre szentel nekünk. És ugye ez a nálunk a vasárnap, zsidóknál a szombat, hogy arra voltál a péntek. Vagyis ez a nap, amikor úgymond megszenteljük ezt a napot, szentmise látogatással, ez a napon megpróbálunk olyan munkát nem végezni, amit máskor el tudunk végezni, és próbálunk hat napján kerekületet, nehézséget, fáradtságokat kipihenni, együtt lenni a családdal, ilyesmit, tehát olyan dolgot tenni, ami nekünk pihenésre szolgál. Na most, kedves testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem hiába mondja az Atya, a Teremtő Isten, a hetedik napon megpihenni. Mert nekünk is ezt mondja. Nagyon sokszor abba hibába esünk, hogy úgy gondoljuk magunkról, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk, akár otthon, akár a munkahelyen, és nélkülünk megáll a világ. Ha én nem leszek otthon, ha nem nézek meg minden munkafolyamatot, akkor
szükség van olyan napra, amikor tényleg lelkileg és testileg feltöltöttek. Ez egy nagyon fontos. Miért mondom ezt, hogy a megszentelni a vasárnapot? Azért jövünk ide a szentmisébe. Nem csak azért, mert ez a parancs, hogy szenteld meg az ugye vasárnapot, isteni parancs, hanem azért is, mert ha lelkileg akarok töltekezni, akkor az a tanítás, amit most hallok, az evangélium, az olvasmány, a Szent Leckébe, az ad nekem egy olyan lelki muníciót, amit el tudok még a következő napokra, a következő vasárnapig, és ebből tudok táplálkozni. Mert Isten azt akar, hogy amit hallottál tanítást, azt próbáld meg az életed részében, gondold át, hogy mi az, ami változtatni kell, és mi az, ami jól csinálsz, mi az, ami tovább is folytatnod kell. Na most az nem pihenés, kedves testvére, hogyha én most most nem reggel 6 órakor kellett lenni, 8 órakor vagy 10 órakor. Az igazi pihenés azt mondta, hogy lelkileg is és testileg is pihenek. Hiába testvére tüktő vagyunk, többet alszok, a közben lelkileg állandóan az agyám, az agyam, mit kell csinálnom. Már ezt is meg kéne csinálni, mindig elmarad ez a munka. Ha nem töltődök fel lelkileg, akkor az nem pihentető. Ezért nagyon fontos, de hogyan tudok? Először is azt kell, hogy meg kell próbálnom, vagy mit mondod, Jézus, menjünk el egy nyugodt helyre. Na most nagyon sokszor a családos ember ezt nem tudja megtenni, mert akkor a gyerekek ott vannak rajta, meg megy, én is megyek, stb. De meg kell próbálnom úgy megalakítani az életemet, hogy vagy jött korán reggel, vagy este, mert vagy bármikor, amikor utóbb napszakban, vagy egy kicsit egyedül legyünk. Amikor állandóan zúgolódnak, meg megy a licsa a fülem mellett, az nem, a lelki feltöltődése nem alkalmas. Az a nem, tudja, a másik nagyon fontos, ez egy zöld csend, a nyugalom, a másik pedig az személyes Isten kapcsolatnak kell lenni, és az Istennel akarok együtteni, engedjem azt, hogy Isten hasonl rá, hagyja, hogy megérítsen engem a lelkemet, a szívemet keresztül. De ezt csak úgy tudom megtenni, hogyha valahol egy nyugodt helyre kérdezik. Ez nagyon fontos, kedves. Tudom, hogy nagyon sok kifogást találni, nem tudom megtenni, nem tudom időt szakítani. És előbb-utóbb ki lesz, kedves testvére. Én nem egyszer hallottam és láttam olyan példát, hogy volt, akinek azért ment tönkre a házassága, mert reggel, vagy estig dolgozott, még szombat, vasárnap is. Én nem hiszem, hogy anyagiakban jó, hogyha az ember minél többet tud gyűjteni, meg akar adni mindent a családjának, a gyerekeinek. De mi lesz a vége, hogy folyamatosan dolgozunk, folyamatosan stresszbe vagyunk? Először is kifáradunk, és a másik kiégünk. Előbb-utóbb már látni sem fog akarok már azt a tevékenységet, amit addig szívesen csináltam, mert belefáradok. És mi van akkor, amikor fáradt vagyok? Türelmetlen vagyok? Türelmetlenséget kintatok a sokkor, amikor fáradtan, ingerülten, kimerülten, türelmetlenül megyek haza, családtagjaimban. Mert akkor már a legkisebb probléma is már sokkal nagyobb a fölé. Sokkal hamarabb kimondok olyan szavakat, amik nem kellene, és ha egyszer kimondtam valami szavakat, azt már nem lehet visszaszívni. És ilyenkor bántjuk meg a feleségünket, a férjünket, a gyerekeinket, a szüleinket, mert el vagyunk fáradva, mind lelkileg, mind testileg. Na most ez a második, amire oda kell figyelnünk, hogy igenis mindenkinek kell időt szakítani az évnek valamelyik részében, hogy elmenjen egy, de minimum két, de inkább minimum két hétre el otthonról. Otthon nem lehet figyelni. Otthon nem lehet szabadságra menni. El kell menni valahova. Az sem vagy, hogy csak a reggel nem tud, 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 nem
minden, mindenre figyelj oda, a gyerekeknek is mindenre meglegyen. Amikor ott vagyunk, akkor mindent koordinálni, szervezni, a férjük vezet, a férjük a egyéb dolgokat csinálni. Lehet, hogy fizikailag kipihenni. De lehet, hogy nem leszek kipihenve. És higgyük el, kedves testvérek, ha lelkileg nem pihenünk ki, de nem töltődünk fel, ha lelkileg nem tudjuk a lelkünket eljuttatni, feltölteni energiával, és nekünk, mint katolikusoknak, Krisztussal, az Istennel való felsőséges kapcsolattal, akkor higgyük el, hogy néha úgy fogunk hazajönni, nem tudom, hogy volt-e ilyen önökbe is, mint amikor néha váratlan jövök haza a szabadságról, mint ahogy elmentek. Mert az utazás, az izgalom, más helyen aludtak, más körülmények is ott jövök. De azért mentünk el, a fáradtabb vagyok, mint ahogy betegen van.
Thank you.
és ígyatok ebből mindjárt, mert az én vérem helye, az új és örök szövetségé. Ez, amiért értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatát. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Kívánok mindenkinek azt, hogy tényleg